Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves nézőket, ez a Napra kész a Szolnok Televízió közéleti magazinja. Sporttal készültem ma önöknek. Magasan szárnyalnak a baglyok, mondhatnánk ezt is, ugyanis a megyeszékhelyen működő darts klub játékosai sorra hozzák a jobbnál jobb eredményeket. Közülük is Kovács Tamara és Miklós József szállítják a legjobbakat. Őket látom a vendégül. Miklós József és Kovács Tamara, szervusztok, köszöntelek titeket itt a stúdióban. Üdvözlöm a nézőket, szia! Sziasztok! Először, bár a hölgyek jogán veled kellene, de Józsival fogunk kezdeni. Nyilván a képekből mindenki látja, hogy ugye te kerekes székben érkeztél hozzánk, és ezt mindenkinek tudnia is kell, hogy Magyarország első és sajnos mondjuk úgy eddig egyetlen kerekes székes dartsozója vagy. Egy picit a történetedről mesélj, hogyan kerültél képbe ezzel a csodálatos játékkal? Egyszer már ugye beszéltünk erről annak idején, ez egy ilyen... Akkor is azt mondtam, hogy egy isteni sugallat volt, ilyen légből kapott, mint ha mondták volna, hogy nekem ezzel kell foglalkozni, meg akkor volt pont a VB, a TV-be, és akkor én utána jártam ezeknek a dolgoknak, hogy hogy lehet ezt kerekesszékből űzni ezt a sportot. Akkor felvettem a kapcsolatot a Ziegenhalm Medárddal, meg a Vereckei Lajossal, ők segítettek az első dolgokba, és akkor utána nézegettem sok meccset a YouTube-on, felvettem a kapcsolatot az angol szervezettel, a belgákkal, és akkor elindultam ezen az úton. Nálad így kezdődött, de hogyha Tamira nézek, akkor mondhatjuk azt, hogy most két teljesen más generáció van itt a stúdióban, de hát Tami is azért büszkélkedhet már nem kevés eredménnyel. De hát te jóval fiatalabb korodban elkezdted már ezt a sportot, mint ahogy Józsi. Te hogyan kerültél képbe ezzel a játékkal? Hát igazából, amikor én még nem születtem meg, apa nyitotta ezt a klubot. Hát ugye amikor már idősebb voltam, akkor érdeklődtem utána, és lejártam a házi versenyeire, de csak nézni, tehát akkor még nem dobáltam, csak nagyon ritkán. Aztán két évvel ezelőtt mondták, hogy ehhez van tehetségem, és folytassam, és kezdjem el úgy, hogy komoly szinten, mert azelőtt is dobáltam, csak akkor még ilyen kis hobbi szinten. És hát elkezdtem, megszerettem, és beilleszkedtem a társaságba, úgyhogy így kerültem ide. Beilleszkedésre egy picit később, mert nyilván azért könnyű helyzet, ez talán nem biztos, hogy volt. Józsi, te végül hogyan kerültél akkor a baglyokkal kapcsolatban? És hát hogyan tudtak ők számodra segíteni? Mert nyilván nem kerekesszékes játékosok jártak oda hozzájuk. Nekem a feleségem vette fel a kapcsolatot először a Nagy Tibivel. Hát azt kell mondani, hogy ez mindenkinek fölötte a leckét, mert ugye nem találkoztak még ilyennel. És akkor azt hiszem, hogy a legelőször még a pingpongban volt a klub. Ott először nem tudtuk, hogy mit kezdjünk a dologgal, magasan voltak a táblák, de segítettek, csináltunk egy olyan állványt, amin az én méretemnek megfelelően van a tábla kialakítva. Bocsánat, ez hány centi, ugye a magasságot szokták mérni? 137 cm-en van a ból. De a dobó távolság az ugyanannyi, mint az épp elsőnzőknek. És akkor ez egy óriási élmény volt így visszagondolva, mert azt kell mondani, hogy rajtam meg a Nagy Tibin kívül akkor még legelőször senki nem bízott abban, hogy ebből majd lesz valami is. Akkor a Nagy Tibi azt mondta nekem, hogy nem fogunk megállni a nemzetközi porondék. Hát, nem néz ki a végső poén, de egyébként ez természetesen bejött, erről majd mindenképpen beszélünk egy picit később. De ha visszakanyarodunk Tami hozzád, akkor ugye mondtam, hogy hát a beilleszkedése nem biztos, hogy annyira zökkenőmentesen menne, legalábbis a külső ember ezt gondolja, mert gyakorlatilag akkor csöpp lányként becsöppentél a felnőtt férfiak közé, mert hát azért ez mondjuk ki, bár a nők is játszák, azért mégiscsak a férfiak sportága talán. Hát igazából nekem azért volt könnyű ez a beilleszkedés, mert ugye már többen ismertek ugye korábbról. Igazából én amikor beigazolódtam ide a csapatba, akkor én nagyon boldog voltam, hogy ebbe a társaságba kerültem, mert én is azért már nagy többségét ismertem,
és tudtam, hogy azért humorosak, meg jól el lehet velük játszogatni, úgyhogy igazából mondhatni, hogy könnyen ment ez a beilleszkedés ide. Józsi, számodra is könnyű volt? Könnyen elfogadtak, gyorsan elfogadtak? Igen, igen, azt kell mondjam, hogy nem volt probléma. És hát utána sikerült ezt a magasságot megszokni, egyre jobban mentek a dobások. Mikor jött el az első verseny számodra? Egyáltalán mikor érezted úgy, hogy készen állsz egy versenyre? Hát én nem éreztem úgy soha. Egyszer legelőször meglátogatott a Bezzeg Nándi, és őt kérdeztem, hogy mikor lesz itt majd az ideje, hogy akár kimenjek egy versenyre, és ő azt mondta nekem, hogy minden versenyre el kell menni, amelyikre csak tehetem. És akkor jött a legelső belgiumi verseny, a Brugge-i. Ott azt kell mondjam, hogy nagyon jól szerepeltem, a legelső nemzetközi versenyen. Ott 5. lettem, de bármi megtörténhetett volna. És hát láttam olyan versenyt is, olyan felvételt rólad, ahol egy különleges táblával készültek, mert hogy épp versenyzők között álltál a rajtvonalhoz. Ha minden igaz, úgy kell elképzelnünk, hogy amikor az épp versenyző dobott, akkor megfordították rendes magasságban, amikor te jöttél, akkor újra fordult egyet a tábla, és már alacsonyabban volt. Ez egy speciális állvány. Ez mindenütt így van, külföldön is, mert ebbe a sérült kategóriába, a fogyatékkal élők darts, a paradarcba, ugye az amputáltak, a kézamputáltak, a lábamputáltak, sokféle betegség beletartozik, és ugye mivel ők állva dobnak, ezért van ez a speciális állvány kialakítva így. Ezt nyilván ti is láthattátok már. Egyébként, amikor Józsi is megérkezik egy-egy edzésre, szoktatok egymással lejátszani, mondjuk? Hát én szoktam, vagyis hát inkább régebben. Tehát mostanában ritkán. Inkább csak ilyen Friday versenyeken, hogyha egy csapat vagyunk, akkor játszunk, de mostanában ritkán. Hát ugye nálunk ez úgy van, hogy kettő tábla van egymás mellett, egy a Józsi ott, meg a miénk az mellett, hogyha egy kisebb, egy nagyobb, és akkor így dobálunk. Azt mondtad a felvétel kezdete előtt, hogy hát Józsit itt mindenki szereti, és nem csak itt, hanem az egész országban. Ez így van. Akkor őt tényleg nagyon gyorsan befogadhattátok. Igen, hát amikor én megismertem Józsit, akkor nekem már így látásra szimpatikus volt, és amikor beszélgettem vele, akkor már biztos voltam benne, hogy nagyon kedves és aranyos, és nagyon, nagyon jól dárcozik. És hát számotokra ő egyfajta példa is lehet abban a tekintetben, hogy az életben bármi is történhet egy emberrel, bizony fel tud állni, és el tud érni ezt azt, mennyire inspiráló számotokra például Józsival egy közegben lenni, együtt játszani, edzeni. Hát igazából becsületre méltó, hogy fel tudott egy ilyen helyzetbe állni, szóval szerintem mindenki erőt meríthet, főleg, hogyha nem megy nekik valami, és egy hullám völgyen vannak, akkor simán gondolhatnak Józsira, és szerintem könnyebb lesz. Hamarosan innen folytatjuk a beszélgetést, és rátérünk a kimagasló eredményekre, amiről már volt szó. A kedves nézők egy kupát is láthatnak itt. Na, arról egy picit később. Előtte viszont jöjjön egy bejátszás, mégpedig gazdasági jellegű. Új, korszerű autószalont adtak át november végén Jászberényben. A Jász Plastik cégcsoport a megye harmadik legeredményesebb vállalkozásaként autócentrumot hozott létre. Három márka gépjárműveit értékesítik egy telephelyen, a hazánkban is egyre népszerűbb és elérhető áron megvásárolható japán autókat kínáló 800 négyzetméteres új szalont 500 000 000 forintból alakították ki. Hazánk egyik legkorszerűbb Suzuki modelleket kínáló szalonját adták át Jászberényben. Ezzel a harmadik autószalon lesz igazán autócentrum itt a régióban. Ez a márkakereskedés 2018. januárjában kezdődött a beruházása. Több mint 500 000 000 forintból valósítottuk meg, és itt 800 négyzetméteren exkluzív környezetben tudjuk várni a Suzuki tulajdonosokat és a leendő tulajdonosokat is. Ez a JP Auto Jászberény autószalonja az egyik legmodernebb Suzuki szalon Magyarországon.
mindig fontos volt a Suzuki-nak, hogy a vevőkhöz közel legyünk, ne kelljen sokat utazzanak ahhoz, hogy akár az új autót megvegyék, akár javításra, szervizelésre tudják könnyen elérhetni a szervizeket. Ezért is van Magyarországon a Suzuki-nak a legnagyobb és legkiterjedtebb márkakereskedői hálózata. Az idejében az első 10 hónapban mindösszesen 16.387 új Suzuki gépkocsi talált Magyarországon megelégedett vevőjére, és biztos vagyok benne, hogy ezentúl a céljaink elérését nagy mértékben fogja segíteni ez az új szalon is. Jelenleg 200 fővel dolgozunk autócentrum szintjén, és a közeljövőben körülbelül 210-220 főre fogjuk fejleszteni a dolgozói létszámot. Próbálunk a munkaerőpiaci kihívásoknak megfelelni, és olyan juttatásokat, szolgáltatásokat nyújtani a dolgozóinknak, ami miatt minket választanak. Itt ebben a szalonban jelenleg 5 emberrel kezdünk dolgozni, de később fogjuk fejleszteni a létszámot értékesítési oldalon is, illetve adminisztratív oldalon is. Itt a bemutató teremben több mint 500 négyzetméter áll rendelkezésre. Itt megtalálhatók lesznek a Suzuki személygépkocsik mellett a motorkerékpárok, hajómotorok, csónakmotorok is. Tehát a teljes Suzuki palettával fogunk tudni szolgálni az ügyfeleknek. Az eredményeink jók ebbe a régióba, ugye legközelebb talán Eger volt eddig, ahol szalonunk volt, de nagyon sok vásárló átment akár Egerbe is Suzukit venni, úgyhogy biztos vagyok, hogy ha már itt lesz Jászberényben, akkor még inkább több vásárlót fog vonzani. Mely modellek most a legnépszerűbbek? Hát legnépszerűbb természetesen a zászlós hajónk, a Vitara. Az első 10 hónapban 9674 új Vitara lett eladva Magyarországon, és ezzel elmondhatjuk, hogy az SUV szegmens, ugye, amelyik a magyar vásárlóknak a kedvenc szegmense az idejében, ebben minden negyedik eladott autó ma Magyarországon a Suzuki Vitara. Az S-Cross, a másik itthon gyártott modellünk, az S-Cross, hiszen a középszegmensben az S-Cross is egyre népszerűbb, úgy a privát, mint a flotta vásárlók körében. A termék az mindenütt azonos az egész országban, viszont a hozzáadott érték, az exkluzivitás, az a szolgáltatás, amit tudunk nyújtani kollégáinkkal, illetve a megteremtett infrastruktúrának köszönhetően, az azt gondolom, hogy országos szinten is kiemelkedő. Ezt mutatják eladási számaink is. Ebben az évben több mint 3500 új gépkocsit fogunk értékesíteni, és a cég történetében először át fogjuk lépni a 30 milliárd forintos árbevételt. Jelenleg is a Jász Plastik Autócentrum Jász-Nagykun-Szolnok megye top 10-es vállalata. Ebben az évben kerültünk be a top 10-be, és bízunk benne, hogy a következő évben tudunk tovább előre lépni. Teljes körű szolgáltatással tudunk nyújtani, tehát a műszaki vizsgáztatástól, a karosszériajavításon át, a fényezésen át, minden járműnek a maga szakszervizében tudjuk megoldani az esetleges gondjait, problémáit. A magyar vásárlók látnak minőségi változást, minőségi javulást, hiszen a kereskedéseink az utolsó néhány évben nagyon sokat forgattak vissza a pénzből és a profitból, hogy egyre jobban és magasabb szinten tudják kiszolgálni a vevőket. Az idejében jelentősen megnövekedett a gépjárművásárlási piac, viszont úgy gondoljuk, hogy a következő években is további hasonló növekedésekre lehet számítani. Mind a gazdasági környezet, mind az adózási környezet ezt támogatja. Cégünk is alapított egy Jász Plastik Rend Kft-t, amely flottakezeléssel foglalkozik, és jelenleg több mint 600 darab gépkocsit adunk bérbe ügyfeleinknek nagy megelégedésükre. Az utóbbi időben egyre inkább előtérbe tör a leasing, a kedvező adózási változások miatt lényegesen jobban és kedvezőbb körülmények között számolható el. Tehát akinek adott esetben cége, vállalkozása működik, akkor annak gazdaságilag jobban megéri finanszírozással vásárolni az autót. Az ünnepségen egy kedves japán szokást is felelevenítettek. Átadták azt a macskát ábrázoló szobrot, mely felemelt bal mancsával integetve hívja be a vendégeket, és gazdagságot, egészséget hoz a házba. Folytatjuk tovább a dárcot Miklós Józsival és Kovács Tamarával. Menjünk akkor a versenyekre szépen sorban. A legutóbbi nagy siker az Máltán született meg magyar szempontból. Miklós Józsi volt kint Máltán egy első ízben megrendezett paradárc versenyen, hogyha én ezt jól mondom. Egy óriási kupa is van előttünk, ezt sikerült elhozni Máltáról, második helyezés. Milyen volt, hogy érezted kint magad ezen a máltai versenyen? Hát nagyon jól éreztem, és
megmondom őszintén, hogy győzni mentem oda. De ezzel is meg vagyok elégedve. Hát pazar volt a helyszín, de annyiból volt másabb, mint egy rendes, hagyományos verseny, hogy a megszokottól eltérően a tábla egy ilyen Wimmaus háromlábú állványra volt fölrakva, és azt én úgy éltem meg, mintha kint dobnék a természetbe. Nagyon nem is volt megvilágítva. Olyan volt, mintha nem is lettek volna fölkészülve erre az egészre, de nagyon élveztem a játékot a csoportmeccseken. Nagyon jól ment, hogy sikerült 6-7 és 8 körös legeket dobnom. Ez volt az első nap. Hatan voltunk indulók, 2-3 fős csoport volt, és az első kettő jutott ki. Másnap volt az elődöntő. Amit én a Málta bajnokával vívtam meg, amit megnyertem 2-0-ra, az első leget az nagyon jó sikerült, a másodikba sajnos sok nyilat el kellett dobnom duplára. A fránya dupla egy. Hát akkor a kiszállókkal volt a probléma? Igen. Viszont a győzelem ugye megvolt, aztán jött a döntő, ami igencsak drámaira sikerült. Hát ez az első színpadi mérkőzésem volt. Nagyon sok nézővel, de úgy éreztem, hogy nem vagyok ideges. Teljesen nyugodtnak éreztem magam. És ott is volt egy olyan szituáció, hogy ugye felrakták az én táblámat arra az állványra, kértem, hogy tekerjünk rajta egy kicsit balra, és amikor csavarták, akkor szemmel látható lement egy 2 centiméter, de... Azért azt tegyük hozzá, hogy ez a milliméterek sportja, 2 centi, az rengeteget számít. Rengeteget, igen, de ugye most saját magamat cáfolom, mert ugye megnyerhettem volna. De a Tony Pass, az angol, kezdte a mérkőzést, sikerült brékelnem, 1-0-ra én vezettem, és akkor én azt éreztem belül, hogy nem lesz semmi esélye, kezemben van a mérkőzés. De a második legbe én dobtam legelőször duplára, dupla 20-ra, de nem sikerült kiszállnom, ő megdobta, nem kegyelmezett. Aztán kiegyenlített, ő elment 2-1-re, utána kiegyenlítettem 2-2-re, de az utolsó legben teljesen szétestem, de még akkor sem éreztem, hogy ideges lennék, hogy bármi probléma lehetne. Ez ilyen belső dolog lehet, amire még nem tudtam rájönni, mert nem, hogy szektorokat nem találtam, hanem szektorokkal dobtam mellé a célnak. De még volt így is esélyem kiszállni, de nem tudtam, és így megnyerte az angol. Viszont ez az első ilyen versenyed volt hasonló jellegű, ahol az ezüstéremnek én azt gondolom, így is mindenképpen örülni kell. És nyilván most már neked is szép emlék. Igen, ez egy nagyszerű emlék. Tami, te viszont aranyéremmel érkezhettél haza Prágából, a Cseh Openről. Ezt hogy élted át? Milyen volt számodra? Hát őszintén megmondom, hogy elkezdtem a napot egy mix párossal, Présnándival. Ott az első körbe továbbjutottunk, a másodikba kikaptunk, és nagyon szétszort voltam, tehát éreztem magamon, hogy ez így nem lesz jó, össze kell magamat szedni fejbe. Tudtam, hogy a fejemben van a baj. Elkezdtem az IFIT, a Anna Votavovával, akivel majdnem, hogy mindig összekerülök első fordulón. 2-0-ra vezettem, de akkor is bennem volt, hogy hát ez borzalmas, hogy nem jól játszok, stb. Ezek a problémák. 2-2-re fel is jött. Aztán egy olyan leget dobtam, ami ott tetszett, és szerencsésen meg is tudtam nyerni. Aztán ugye Zigenhám Medárd, a szövetségi kapitány volt, ő szokott nekem segíteni, meg ugye apa,
és annyira össze tudott rakni fejbe, hogy szedjem össze, stb., hogy utána már nagyon jól játszottam, és ezzel tudtam megnyerni a napot. Nagyon boldog voltam, és örültem, hogy fel tudtam állni egy mélypontról. És ez csak egy aranyérem a sok közül, ami az elmúlt években jellemezte a játékodat, és amit mindenképpen érdemes kiemelni, hogy a felnőttek között is oda szoktál állni a tábla elé, és volt már, hogy magyar bajnoki fordulót nyertél meg. Erről mesélj egy picit. Hát ott azon a fordulón úgy éreztem, hogy most extrát dobok, nagyon jól ment a játék az elejétől fogva. Egyáltalán nem úgy mentem el, hogy ezt nekem most meg kell nyernem, vagy hogy bármi elvárásom legyen magam felé. Annyi volt, hogy érezzem jól magam, és hozzam ki magamból a legtöbbet. Sikerült is. Nagyon jól ment egész nap a játék, jól éreztem magam. Nem volt olyan, hogy egyszer is azt mondtam volna, hogy ez nekem nem jó, vagy hogy nagyon rosszul megy a játék, és így végig tudtam menni így egész nap. A döntő volt a legrosszabb játékom a nap folyamán, és az se volt annyira rossz. Szóval azért mondtam, hogy jól ment, mert akkor tényleg úgy éreztem, hogy magabiztos voltam, és hogy jól megy, szóval nagyon jól éreztem magam. Sőt, és akkor, hogy az előzőket fokozzam, még a férfi mezőnyben is meg szoktál fordulni. Ami azért nyilván, hogyha az edzésekből indulok ki, hogy gyakorlatilag csak férfiakkal kell, hogy edzél, nem lehetett olyan nagyon szokatlan dolog, de hát azért nyilván más egy férfi mezőnyben odaállni. Hát persze. Igazából amikor én elindulok egy férfi versenyen, akkor igazából csak a kézmozdulatomra figyelek, és arra, hogy ne veszítsem el fejbe azt a magabiztosságot, ami van nekem itt belül. Igazából ott tényleg semmi elvárásom nincs. Egész nap csak játszok, és menetelek, ha meg kiesek, akkor igazából tudom a hibáimat, csalódott is vagyok, de ki szeretném őket javítani, és ez szerencsére szokott is sikerülni. Így van, ebből kell ugye tanulni. A naptári év lassan véget ér, a darts év mennyire ér véget számotokra, illetve ha véget is ér, akkor mik a következő év kihívásai? Hát az én szempontomból véget ér, és februárban kezdődik újra, ahol szeretnék eljutni, vagy kijutni még egyszer a De Chopinre, ahol tavaly nem sikerült, vagyis hogy az idén februárban nem sikerült a jó szereplés, és ugyancsak februárban lesz Belgiumban egy világkupa, amire már beadtam a nevezésemet, oda biztos, hogy menni fogok. Hát ez sok sikert kívánok. Tami, neked? Hát nekem ebben az évben még nem ért véget. Még nem ért véget. Szombaton megyek csapatbajnoki fordulóra, meg megyünk még Tóth Komlósra is egy ilyen kis versenyre. A jövő évre nézve nekem igazából két nagy célom van, az, hogy kiülsek az Európa-bajnokságra és a világbajnokságra egybe, és újra válogatott lehessek. Plusz ugye, ahogy megnyertem a két Hungarian Open-t, kikvalifikáltam magam Angliába, és ott is szeretném a maximumot nyújtani, szóval nekem ez a három cél van jövőre. Természetesen még vannak célok mögötte, ugye az, hogy női fordulókon magabiztosan álljak táblák elé, és jól érezzem magam, és igazából minden versenyen az a célom, hogy a legtöbbet kihozzam magamból. Akkor Józsinak idénre most már jó pihenést kívánok, neked még azért komoly edzéseket, mert van előtted feladat ebben az évben, jövőre pedig akkor nagyon szép sikereket, és hát remélem, hogy újra találkozhatunk itt a stúdióban, és akkor majd még több érmet meg kupát kirakunk ide, amit szereztek. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Mi is köszönjük szépen. Köszönjük. A kedves nézőknek pedig a figyelmet köszönöm, ezzel a műsorral legközelebb holnap találkozhatnak ugyanebben az időben, viszontlátásra!